Hétfő este hallgatták ki a Nyírt urai gyilkosság gyanúsítottját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói. A helyi főkapitányság elfogató parancsa alapján hétfő délután Kiskunfélegyházán kapták el a 41 éves R. Robertet. A rendőrség adatgyűjtése és a helyszíni szemlék információi alapján a nyomozók néhány órán belül azonosították a bűncselekmény gyanúsítottját. Ahogy arról korábban beszámoltunk, április 9-én vasárnap 12 óra 30 perc körül holtan találtak egy 84 éves idős asszonyra otthonában Nyírtúrán. Ebben a családi házban egyedül élt az áldozat. A szomszéduk arcokat nem vállalva tegnap arról meséltek, hogy az asszony évekkel ezelőtt Ukrajnából költözött Magyarországra. Nyírtúrai otthonában férjével közösen éltek. Pár évvel ezelőtt azonban a férfi meghalt, azóta lakott itt egyedül a 84 éves asszony. A rendőri felügyelet hétfőn is folyamatos volt a ház előtt. A gyilkosság pontos idejét egyelőre még nem lehet tudni. Az előzetes orvosszakértői vélemény alapján talán már pénteken halott lehetett az áldozat. Az adatgyűjtés és a helyszíni szemleadatai alapján a rendőrség azonosította azt a 41 éves kiskunfélegyházi férfit, aki a megalapozott gyanú szerint Nyírtúrán otthonában megölt egy 84 éves asszonyt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya a férfi mielőbbi elfogása érdekében elfogató parancsot adott ki, amely alapján Kiskunfélegyházán 2017. április 10-én a helyi rendőrök elfogták a körözött férfit. A főkapitányság bűnügyi osztályának munkatársai a feltételezett elkövetőt gyanúsítottként kihallgatták, melynek során beismerő vallomást tett, majd ezt követően bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezik előzetes letartóztatásának indítványozását. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint R. Robert több készszúrással ölte meg az idős asszonyt, az indítékot egyelőre nem lehet tudni. A nyomozók a Kiskunfélegyházi elfogás után Nyíregyházán vették bűnügyi őrizetbe a gyanúsítottat.